A műsor együttműködő partnere az Ázsia Center. Műsorunk támogatói: Ebel tervező iroda, Smart Me Building Technologies Kft., Termoépkép Kft. Tisztelettel köszöntöm kedves nézőinket, Foci és Sport című műsorunkat látják. Természetesen itt van velem Takács Tibor, adásunk állandó szakértője. Köszöntelek. Én is szeretettel köszöntelek nézőket, és nem utolsó sorban kedves vendégünket, Szőke Istvánt, a Ferencvárosi Tornaklub legendás jobbszélsőjét. Én is hasonló, üdvözlöm az embereket. Isten hozott. Nem véletlen, köszönöm, hogy Szőke Pista velünk van a mai napon, hiszen remek alkalom az emlékek felidézésére, Lakat Károlyról van szó. Labdarúgóról, mesteregyzőről és egy fantasztikus személyiségről. Azt gondolom, hogy Lakat Károly nevét még mindig nagyon-nagyon sokan tudják, Lakat T. Károlyét, a fiáit pedig nagyon sokan ismerik, hiszen nagyon szerették, mint sportújságírót, és őt is fogjuk a mai nap kapcsolni a stúdióban. De mielőtt bármit is mondanánk, nézzük meg a focista szemével. Milyen személyiség volt Lakat Károly, aki azt hiszem, hogy talán egyedülállóként, mesteregyzőként is és labdarúgóként is a legek közé tartozik? Hát ez így igaz. Csodálatos ember volt, és nagyon örültem, hogy ő lett az edző, mert nagyon sok jót hallottam róla. Elnézést, a torkom is rossz. De a lényeg az, hogy olyan ember volt tényleg, hogy nagyon imádtam, három évig volt edző, és a három év alatt az edző, a Karcsi bácsi, minden nap olyan edzést csinált, hogy nem tudtam, hogy holnap mi következik. Szóval ez hihetetlen. Szóval ezek olyan nagy dolgok, hogy az ember nem is hiszem el, mert voltak edzők, akik tudtam, hogy na, most holnap kimegyünk, 10 futás, ilyenkor, olyankor. Ez olyan csodálatos volt ez az ember, hogy egyszerűen hihetetlen volt, és azért, hogy az edzés anyag, meg az egész ember, hogy hozzáállt, hogy meg mindenkinek megmagyarázta, meg a Flórinak is, hogy ez legyen, hogy legyen. Minden szempontból csodálatos, és tényleg ez egy mesteredző. Szóval annyira egy csodálatos ember volt, hogy egyszerűen meglepődtem, mi sokan. Mert mentünk ki például egy edzésre, na, bemelőtünk, megyünk Kispel focizni. Hát szóval az ember, érted? Szóval ez olyan dolgok voltak, hogy egyszer az ember meglepődött. Tehát annyira bírtuk, és tényleg, hát nekem például azt mondta, hogy na Szőke, mert hogy na mi, ha lustálkodsz így meg, hogy fogadom neked, hogy a alapvonalról a félpályáig te fogod legközelebb odarúgni a labdát. Hát elrúgtam, megálltam egy 10 centre, 5 centre labda, az azért tudta, hogy ez a kérdez, ezt meg fogja csinálni. Szóval egy szenzációs ember volt, én nagyon örültem, hogy el volt az edző. Ő például azt mondta erre a három évre. Halló, halló! Halló! Ó, szevasz, Isten hozott itt a stúdióban. Szervusz, Karcsi, itt ül Szőke István, szia, mellettünk. Jó magam, Takács Tibor, megbeszéltük, hogy itt most megemlékezünk édesapádról, és hát nagyon-nagyon elcsukló hangon mondjuk, hogy hát nem lehet közöttünk, de nagyon-nagyon él a szívünkben, és a lelkünkben is itt van. Drága Karcsi, örülünk, hogy sikerült telefonon összeköttetést találnunk. Az apropó, amiatt telefonáltunk, hogy édesapádról a 100. születése napján megemlékezzünk. Kezdjük azzal, hogy a te életedet mennyire befolyásolta az, hogy ő egy kiváló labdarúgó, illetve egy edző volt? Tudod, erre azt tudom neked mondani, hogy mindenkinek az életét befolyásolja valahol, hogy az édesapjának ugyan foglalkozása. Van, aki mereven elutasítja azt, hogyha mondjuk az édesapja tangóharmonika művész, akkor ő annyira gyűlöli a tangóharmonikát, hogy biztos, hogy nem lesz zenész belőle. A másik azt látja, hogy az édesapja egy tervezőasztal fölött görnyed, és állandóan hidakat tervez, meg rajzol, és akkor azt mondja, nem, nekem ez nem kell, én inkább elmegyek, mit tudom én, egy cirkuszba bohócnak, vagy állatnak.
Szóval vannak, akik tökéletesen pont az apjuk példája miatt választanak valami egészen más szakmát. Na most én nyugodtan mondhatom, hogy ha édesapám nem lett volna labdarúgó, tudnám megmondani egész pontosan akkor, hogy én ma mit csinálnék. Én rám olyan elementáris hatással volt az ő foglalkozása, az ő társasága. És utána aztán rátérhetünk, hogy például olyan játékosai, mint sok egyéb mellett a Szőke Pista, hogy én csak ámultam, bámultam, és mindig csodaként éltem meg azt, hogy velük lehettem. Tehát konkrétan a kérdésedre válaszolva hatalmas hatással volt az apám foglalkozása az én későbbi foglalkozásomra. Szóval nincs róla ilyen szempontból vizuális emlékem. Van viszont rengeteg olyan, mert aki hiteles volt, azt én mindenkit megkérdeztem, hogy milyen futballista volt ő. Tehát én adtam a szavára, tehát nem szurkolóknak, már azok is érthetnek hozzá, de azért jobb, ha az embert a Puskás vagy a Rudas Feri igazítja el abba a kérdésbe, hogy az apja milyen játékos volt, és ők vannak annyira becsületesek, vagy voltak, hogy nem hazudnak. Hát ha az öreg nem tudott volna futballozni, akkor a Rudas nem mondja azt, hogy tudott, a Puskás meg különösen nem. Na most hát, amit én az öcsitől hallottam apámról, az egyszerűen varázslatos volt egy gyerek számára. Az öcsi mesélte, hogy ők óriási harcot vívtak mindig a Honvéd Fradi meccseken, apám fogta a Puskást, és ő volt az egyetlen az egész magyar mezőnybe, aki mellett az öcsi mozdulni nem tudott. Talán, ha visszanézni, gólt se rúgott mellette, egyetlen egyszer se. És az öcsi mesélte, hogy már régen a Real Madrid játékosa volt, és a Barcelona ellen rangadóra készültek, és kifelé menet a játékos kijáróba az jutott eszébe, hogy de jó, hogy nem a lakat karcsi ellen kell majd játszanom. És ez neki erőben volt. Érted? És ez erőt adott, és már nem érdekelte, hogy a Barcelonába ki fogja egy fog. Szóval ebből a szempontból nem volt egy labdaművész, szó nincs arról, hogy heroizálom őt. Tehát a csapatban, akkori nagy Fradiba, a 48-49-es nagy bajnokságot nyert Fradiba, 6-7-en sokkal jobb játékosok voltak, ami a zsonglőrséget illeti. Na de ahhoz, és ezt a Pista megerősítheti, ahhoz, hogy a Kocsis, vagy a Mészáros Dodó, vagy a Budai Laci zsonglőrködni tudjon, ahhoz kellett egy olyan alacsony szőke, hullámos hajú kis robotos, aki megszerezte a labdát, és odaadta neki. Zongora cipelő. Bizony, pontosan így. Hát te aztán nem cipelted a zongorát, édes Pistán, mindent lehetett rád mondani, csak azt nem, hogy cipelted volna. Na de viszont nem is ez volt a dolgom, Karcsi. Nálunk a Juhász Pista meg a Szücs cipelte, hogy aztán te elmenjél és a szélen, és szélső rétedre egy bajnokság alatt rúgjál 15 gólt, mint 15, jobb szélső. 15? Amit, 15? Amit, ha nekem ma valaki produkálni tud a mai NBA-esek közül, hogy vonalszélsőként 15 gólal zár egy bajnokságot, akkor az mindenre a vendégem. Mindenkinek megvan a maga feladata. Te minden esetre már a vendégem vagy. Ott pedig mindent a világon meg tudja tenni, ami a feladata volt. De azt is nagyon sokféleképpen lehet játszani. Annak idején ez egy mondás volt, hogy megindul szokja a jobb szélen. De tényleg, tehát nem is értem, hogy manapság azért így a szélsők ennyire nincsenek játékba hozva. Bocsánat, azt nem tudod, közben van egy poén, a Zóriák Csapi, tudod? Igen. Zóriák Csapi, megkérdeztek egy jó pár évvel ezelőtt, hogy a 67-es Ferencvárosból ki volt neki a játékos ideál. És akkor elkezdtem mondani, hogy Albert az egy király volt. Hát a Varga Zoli az egy zseni. De viszont a Szőke Pista volt a kedvencem. De hát ez egy csodás kor volt, tudjátok, és nekem a legjobban az fáj, pontosan a Pistának a posztjával kapcsolatban, hogy aki ma egy kicsit mélyebben, meg szakszerűen nézi, szakszemmel nézi ezeket a mai meccseket, az utóbbi időben az a poszt, ahol a Pista játszott, az gyakorlatilag megszűnt a labdarúgás. Ma nincsenek vonalszélsők, ma nincs olyan, aki csak és kizárólag kín áll az oldalvonal mellett, az a dolga, hogy kicserezze rátámadó ellenfélnek a balhátvégét, lemenjen az alapvonalig, és berúgja középre a belső csatára. Például, ami tegnap volt.
a labdát. Igen. Sajnos, amit tegnap. Ezt megszüntették. Valamiért az edzők úgy döntöttek, hogy nekik nem kellene. Mama, ez a labdarúgás, ez olyan lett, Karcsi, ez olyan, mint egy kézilabda. Ide Tili, Toli jobbra, Toli haza, aztán hátra adjuk a labdát, kezdődik előre. Tili jobb. Tehát nincsen egy normális támadás se bal, se jobb szélen, szóval amit a Lilla is mondott. És ez nagyon nagy baj, ez a labdarúgásnak a megelőse. Sajnos nálam. Ez pontosan így van. Nálam azt a posztot, amit te is betöltöttél, azt majd rábízzák a jobb hátvédekre. Igen. Tehát tulajdonképpen a mai Ferencvárosban a Szőke István helyét a Lovrencsics tölti be, aki jobb hátvéd ugyan, igen, de neki kéne elmennie a jobb szélen is, az oldalvonal. Elmegy, csak nem tud beadni, az a baj. Tehát a kettő más. Szóval igen, a Novák Dezső se tudta volna jobb hátvéd létére, igen, a jobb szélső pozícióját bekérteni, mert más tudott. Így van. Én sem a jobbeket például. Hát így hát van. Nem. Én hát azért tudom. Teljesen jól mondod, azért vagy újságíró, látod ezért. És azt gondolom, hogy még annyit mondjál nekem, hogy az apuval beszélgettetek-e arról, amikor mondjuk átvette a Ferencvárosnak a vezetőedzői posztját, hogy ezeket a játékosokat ő hogy mozgatja, mert Szőke Pista annyit említett már nekünk, hogy tulajdonképpen az apud egy teljesen újfajta edzésmódszert vezetett be, és soha nem lehetett tudni, hogy a következő edzésnapon mi fog történni. Igen, az edzés munka szempontjából ő tényleg hozott újat, és hozott új gyakorlatokat, új megoldásokat, különböző trükköket is egyébként. Szóval belevitt egy kis humort, mert milyen ember volt, olyan volt az edzés munkában is. Szóval ő rengeteget viccelődött edzés közben. Ő megcsinálta azt, hogy képzeljetek magatok elé egy játékos csoportot, aki futógyakorlatot végez, magyarul köröz a pályát. Futnak egy irányba 20-an. Akkor az öreg belefújt a sípjába, hogy fordulás. Akkor a 20 ember megfordult, és elkezdett visszafelé futni. Akkor eltelt 5 perc, vagy 3 perc, megint belefújt, megint elkezdett ma ellenkező irányba futni. És akkor a Flóri kérdezte, hogy Karcsi bácsi, miért forgat itt bennünket össze-vissza a háladat? Azt mondja, mert életemben egyszer szeretnének téged a sor elején látni. Én csak így tudom elérni, hogy ha megfordítasz mindig, amikor utolsó. Nagyon jó. Szóval mindent a Pistának még sokkal több edzés emlékének kell lenni. Nagyon jó, ez így van. Hát, amikor oda kerültem én is a Fradihoz, és akkor tudod, lelkesek, fiatalok, futottunk előről, és elő voltunk, erre úgy leszúrtak, azt mondják, öreg, te még ráérsz futni, mennyi hátrább egy kicsit, tudod? Na ez amit... az, amit az öregnél nem lehetett, a kapterben nem lehetett. Ne fussál még, azt mondja, mert ha olyat kell diktálni, azt mi már nem bírjuk, tudod, az öreg. Igen, meg ő kiszúrta azért, hogyha a Flóriék valakit elkezdtek kipécézni, vagy izé, azt nem engedte. Azt hiszem, azt igazolhatod, hogy a Flórival volt talán a legkeményebb. Ez igaz. Az igaz. Tehát olyanokat adott az egyetlen magyar aranylabdásnak, hogy én a helyében néha abba hagytam volna a futballt. Most ennek viszont a pedagógiai háttere az, ezt nekem egyszer elmesélte, hogy nekem az osztály legjobb tanulójával szemben kell a legerőteljesebben és legszigorúbban felmérnem, azért, hogy az osztály leggyengébb tanulója, és most itt nem akarok neveket mondani, a leggyengébb tanulói pontosan tudják, hogy meddig mehetnek el. Tehát, hogyha az Albertal ő a legszigorúbb, akkor X vagy Y azt mondja, Jézus Isten, mit fogok én kapni, hogyha az Albertal itt így beszélnek. Uh-huh. És ez azt hiszem nagyon bejött neki. Arra lennék kíváncsi, hogyha hát gondolom, hogy rengeteget beszélgettetek, és rengeteg olyan élményed van, amit mint újságíró szívtál magadba. Hogyha édesapád munkásságát, és most az edzői munkásságát nézzük, illetve a szövetségi kapitányit, akkor ugye siker hátán volt, hiszen nagyon sok jó eredményt ért el, de melyiket tartotta ő a tevékenységei közül a legeredményesebbnek? Nézd, hát tulajdonképpen nagyon, nagyon nehéz abból a szempontból első helyet hirdetni, vagy kiadni a dicsőség lista aranyérmét,
mert két olimpiai aranyérmet, tehát a Tokióba és Mexikóba tudott győzni a csapatával, nem lehet összehasonlítani egy magyar bajnoki címmel. Ennek ellenére én azt hiszem, hogy bár imádta az olimpiai győzelmeit, az 1967-es Ferencvárosnak a bajnoki címe állt hozzá torony magasan a legközelebb, és miután a Pista a kezdő és állandó játékosa volt annak a csapatának, talán meg tudja mondani, vagy el tudja, alá tudja támasztani, hogy ez részint így van, részint pedig, hogy nem véletlenül érezte azt a csapatot, a keze alatt játszó valaha volt legjobb csapat. Hát arról nem is beszélve, hogy a fél forduló volt, ami lezajlott, és azt hiszem már vagy 8-10 ponttal vezettünk, így volt? Ez pontosan így van. Érted. Már a fél időben. A csapat volt az a 67-es, amit én megpróbálok a mai fiataloknak körvonalaiba elmesélni, hogy miért volt jó, de már a harmadik mondatomat sem értik. Tehát nem is lehet azt már fél időben megnyertük a bajnokságot, Karcsi. Ez pontosan így volt. Szóval egyszerűen 70 ezer ember állt, és szájtákra nézte, hogy 11 ember. Imádtam őket, nagyon. Imádtam 11 őket. Ember valami olyan varázslatot visz végig a véghez a labdával, ahogy mit tudom én, ahogy a legnagyobb hegedű művész játszik a hegedűjével, vagy a szobrász, ahogy a kalapácsával alakítja a szobrának a formáját. Szóval elképesztő, hogy az hogy összejött emberileg is, szakmailag is, legalábbis kifelé, mert hát aztán utána kiderült néhány dolog, hogy azért ott voltak emberi surlódások, meg emberi gyengeségek, de ez a pályán, hangsúlyozom, a pályán soha semmiben nem látszott. Én akkor már felnőtt fejjel néztem a futballt, vagy felnőttebb fejjel, és észrevettem volna. És nem tudom, hogy a Pista megerősít, vagy ő látott-e ellenkezőjét annak, amit én mondok, de hiába volt a Varga Zoli meg az Albert tulajdonképpen kutya-macska barátságba egymással idézőjelbe mondom a barátságot, abba a pillanatban, ahogy kimentek a pályára, az nem létezett, hogy az egyik a másiknak ne adta volna oda helyzetbe a labdát, sőt, kifejezetten kere, amikor nem is kellett volna feltétlenül odaadni, még akkor is, ha a játék úgy kívánta, akkor a másik, akkor megjátszotta a másikat. Teljesen jogos, jól mondod, van egy Fradi Dózsa meccs, 76 ezer ember, megyünk ki, ezért hátul szoktam lenni, előttem a Varga Zoli, és mondom, Zolikám, 67-20 éves, ott mondom, nézd ide, ennyi ember, mert rám szólt Szöszi, ne szarjál be, úgyis agyonverjük őket. Hát aztán... Ez volt a 3-0. És a 3-0-ra nyertünk. Na látod, hogy azért egy húron pendülünk. Hát persze, hát azért ez nem úgy van, hogy nem, hát most butaság lenne bármit mondani, hogy én vagyok a legjobb jobb szélső, mert te is tudod, érted? Szóval persze. Te meg egyik a legjobb újságíró, érted? Most nem a Ludas Matyina. Nem, a Fazekas Laci meg szégyenkezzen mögötted a kispadon. Így van, erről van szó. Károly. Mert hát azért azt tegyük hozzá, hogy te a te korodban nem akárkit mögött voltál a legjobb jobb szélső, mert ott a Fazekas játszott az Újpestbe jobb szélső, a Molnár Tező játszott a Vasasba jobb szélső, a Nagy Gyuri játszott olimpiai bajnokként a Honvédba jobb szélső, az MTK-ét már nem tudom az igazán, hát akkor még a Csikar. Hát már akkor lassan, már vége fele volt. Az 65-ben visszavonult. Nem tudom, hogy a Csikar után ki, talán a Major Gyula. Török, nem a Török Józsi. Vagy a Török Józsi, vagy a Major Gyula, ez a kettő. A Majorra nem, inkább a Török Józsi. Mert aztán a török elment jobbeknek, vagy a később? Nem, egy-két év után hátra vitték. Olyan nyuszi volt, azt hátra ment, azt mindenkibe belerugott. És akkor még nem beszéltünk a vidéki csapatoknak a jobb szélsőt. Így van, ezt nagyon jól tudod. Ez jó. Én elismertem azért Karesz a Fazekas, nagyon tudás, nagyon pengés, jó futballista volt. Nálam nem azért, mert most Kassel, ő nem igazi jobb szélső volt, azt hiszem ezt találom. Nem, hát ő nem tud elmenni és beadni, vagy valami, mert ha én ennyit tudtam volna beadni, mint a Fazekas, hát akkor Fradiban nem játszom, igaz? Na jó, Pista, na de a Fazekasnak az volt a drámája, te se tudtál volna befelé jönni a csapatba, mert a Vargát nem tudott kiszorítani, hát, az Albertet nem tudott kiszorítani. Na most hát, ha nem jobb így volt az Újpestnél. Ha nem jobb szélső vagyok. Megtette, ott volt a Göröcs, még egy ebben, ott volt a Bene,
és a még beljebb meg a Dunai. Szóval hova jött volna? Tehát ti tulajdonképpen te is, meg ő is, ti szorultatok a jobb szélre, mert ott volt hely. Mondjuk én nem is akartam egy Albertot vagy Vargát kinyomni, mert tudtam, hogy a szélen többet fog produkálni, mint belül. Érted? Igen. És azért mondom neked. Egyébként egy pillanatra megállítalak benneteket, mert most nagyon sokat dicsérthette is Szőke Pistát, és nem érdemtelenül. Itt volt nálunk 2011-ben Szepesi György, és most be fogunk majd játszani egy kis részletet abból, hogy hogyan nyilatkozott, tulajdonképpen extázisba beszél, de hát ő, az ő vehemenciájával Szőke Pistának arról a teljesítményéről, ami most itt tényleg a te szádból is úgy hangzott el, hogy fantasztikus volt. Még édesapádra visszatérnék egy pillanatra, és aztán el is köszönünk tőled, mert még Dunai Antit is bekapcsoljuk a mai adásunkba. Nem véletlenül, hogy azt kérdeztem, hogy mit tartott ő a legjobb eredményének, az olimpiai érmeket említetted, és mellette kiemelted, hogy a 67-es Fradi győzelem volt az, amit mégis a legtöbbre becsült saját magának. A kérdésem még az lenne, hogy megbecsülve érezte-e magát az utolsó pillanatig, vagy az utolsó időszakban is? Mert a nagy játékosok, nagy játékvezetők, nagy edzők nagyon sokszor egy csodálatos pályafutás után a végén feledésbe merülnek, és emiatt egy picit megkeserednek. Hogy volt ez édesapáddal? Lilla, egy percig nem érezte magát megbecsültnek. Nem az, hogy a végén nem érezte magát megbecsültnek, hanem a legnagyobb sikerei közepettese. Szóval az az igazság, hogy őt a fradista mi volta, azért nagyon meghatározta az akkori politikai vezetésnek a szemébe. Szóval őt ahol lehet, ott tették hátra. Nem véletlen, hogy háromszor volt olyan alkalom, amikor senki más nem lehetett volna a szövetségi kapitány, csak ő. Aztán valahogy mit hoz az élet, mégse ő lett. Szóval egyáltalán nem kapta meg azt az elismerést semmiben, ha körbenéztek. Az égvilágon semmi nincs elnevezve róla, pedig most már lassan, amerre nézek, arra egy futballistának a nevét látom az uttatáblákon, mindenkinek van legalább egy mellszobra, vagy egy portrészobra, vagy valami, teljesen mindegy, hogy micsoda. Én már azt mondtam a végén, hogy egy gyufás patujára rá, amíg egyáltalán tesznek ilyen nézét valamit, a gyufás patujának a tetején, tudjátok, mindig szokott ilyen kép lesz. Mondom, ha arra ráteszik, már megmaradt az örökké valóságnak, de nem. Szóval valamiért... Hiányzik. Az ő munkáját elfogadták, de amikor az elismerés lekerült sor, akkor általában nem a Ferencvárosban dolgozók, edzők vagy játékosok kerültek kiemelésre. Sajnos, igen. Hát sajnos a sors az ilyen, de lehet, hogy ezzel az adással egy picit megpróbáljuk pótolni, legalább így utólag, az ő megbesültségét és az elismerését, és hát ha pont ezután, a beszélgetés után valakinek eszébe jut, hogy volt nekünk egy Lakat Károlyunk, aki egy magyar labdarúgás számára egy kincs volt, és hát ha tudunk tenni és valamit a dologért. A születésének a 100. évfordulója kapcsán valakinek eszébe jutna. És a Rudas Feri bácsi mesélte, hogy annak idején, amikor együtt voltak, legendákat zengett édesapádról, és hát mondta, hogy volt, amikor kocintottak, és hát töltöttek egymásnak, és édesapád mindig azt mondta, hogy hát ő vörösbort iszik, vörösbortak kocintottak, és akkor azt mondja, és más nem, azt mondja, nem, mert én nem szeretem a vörösöket, és írtom. Na, látom, hallottál erről? Hallottál erről? Most te magad mondtad ki, hogy miért nem tüntették ki. Így van. De emlékszel erre? Hát hogy a fenében? Na, hát akkor... Csak azt mondom, hogy hát akkor persze, hogy... Így van, pontosan. Na jó, hát. Hogy minden elismeréstől önmagát tartotta távol ezzel az úgymond rendszerellenes nyomájával. Szóval, igen. Érte, hát Istenem, de hát a maiak még pótolhatnák, pontosan ezért, mert ő abban az időben volt úgymond szókimondó, rendszerkritikus és bátor, amikor ennek még bizony nagy kockázata volt. Ma már könnyű, ma már nem egy akkora dolog rendszerellenesnek lenni, vagy rendszerbarátnak. De akkor 67-ben azt mondani, meg 68-ban,
a tábornokoknak, hogy amikor megkérdezték tőle a Honvédnál, hogy mondja már meg lakatelsztárs, hogy mikor nyerünk végre egy meccset. Erre azt mondta, hogy majd ha maguk megmondják, hogy maguk mikor nyertek utoljára a háborút, akkor igen, én is megmondom, hogy mikor nyerünk meccset. Szóval, na most hát érted, erre nem várhatod, hogy kitüntetésre javasolnak. Hát, de tudod, hogy én sem mentem olimpiára. Hát hogy ne tudnám, de hát már annyi fradista volt a keretben, hogy már nem merte megfúzni, és a fazekas meg ott volt jobb szélel, abban nem tudott volna mit csinálni. Mind a ketten... Egyszer ez játszott volna, egyszer ez játszott volna. Miért? Hát tulajdonképpen ez igaz. És arról nem beszélve látod, Karcsi, bocsáss meg, hogy engem Itó hagyott, Varga Zoli diszedált, akkor már csak négyen voltak. Hát akkor ilyenkor... Hát igen. De én szerintem, miután öt fradistával vágott neki, már azt is kifogásolhatták az illetékesek, mert most, amíg a hatodikat is megfúzza, hát akkor képzelheted, hogy mi van. Tényleg, te bal szerencsés voltál ebből a szempontból. Jó, és ha meghúzza, mi van? Kirúgták volna öreget? Nem rúgták volna. Nekem a szőkére szükség van, és akkor mi van ilyen kókaresz? Igen, ez így van. Ez így van. De én azt hiszem, hogy itt szakmai... Hát ez a nagy szép fájdalmam azért, egy 65 olimpiai bajnokat azért... Azért, Én azt hiszem, hogy ha akkor te az Újpestbe játszol, akkor tégedni. Az biztos, ezt sem értem. Érdekes volt ez a beszélgetés sok szempontból, mert nagyon sok mindent, vagy sok fájtlat föllebbentett, hogy így mondjam. Voltak annak az időszaknak nagy-nagy sikerei, és vannak nagy-nagy sebek személyekben, és szívfájdalmak, amik soha nem fognak behegedni. Ilyen lehetett édesapádnak azt, hogy tulajdonképpen hiába volt egy sikeres ember, mégsem kapta meg azt az elismerést, reméljük, hogy ez utólag majd egyszer csak megtörténik. Azt nem tudom mondani, Pistám, hogy ki tudsz menni még egy olimpiára, de ezt a mostani labdarúgók sem mondhatják el magukról, hogy olimpiára sajnos mehetnének focizni, de egy biztos, hogy most meg fogjuk hallgatni, hogyha elköszöntünk Lakaté Karcsitól, akinek nagyon-nagyon köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, és hogy részt vett abban a beszélgetésben, amely Ferencvárosra, Szőke Pista sikerei és elsősorban édesapádra emlékeztünk. Én köszönöm nektek, Lilla, neked kiemelten a kedvességedet, a két úrnak pedig azt az együttműködést, ahogy a beszélgetésben részt vettek, és jó volt veletek beszélgetni. Isten áldjon! Az adás napján a centenárium édesapádnak. És együtt vagyunk. Most vigyázz együtt magadra, vagyunk. Jó? Vigyázz magadra, és remélem, hogy találkozunk, ha máshogy nem, így akkor van. Így az éteren keresztül. Ja. Isten áldjon! Szia! 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 Jó volt hallgatni most. Hát nagyon. Jó. Igen, de előjöttek azok a bizonyos rossz emlékek. Hát igen, én igazán politikai áldozat lettem, mert volt egy vacsora, és akkor a Karcsi bácsi kim voltak a savanyok, cékla, stb. És akkor hangosan a Karcsi bácsi azt mondja, savanyúba is utálom a pirosat. Hát ez persze visszajött. Ez visszajött a, nem tudom, a Kutas, vagy ki volt az elnök, visszajött, és akkor lett ez, hogy mi hatam voltunk a Fradiból, ugye a Novák Páncsics, Juhász, Szőke Varga, én voltam a legfiatalabb, és a lényeg az, hogy először úgy volt, hogy nem is én maradok itt, hanem a másik, na mindegy, ez is egy történet, és a lényege, és ez miatt, amit mond a Karcsi, hogy hat fradista, hogy a behívatta a Karcsi bácsit, és leszúrta, hogy beszél meg, mi a pillan, stb. És különben is sok fradista van a válogatottban. Na, szóval így itt maradni, Léla, érted, gyerekek? Igen. Szóval az, hogy nem tudok annyit, hülye vagyok, nem tudok, hogy futballozni, de úgy érzem, hogy ott voltam, 61 berúgtam magot, 68-ban bajnokság, és nem kerülök ki. Hát szóval ez egyszerűen nem akarom elhinni, gyerekek. Hát szóval igen, megemészhetetlen. Nem tudom megemészteni, és annyira fáj, hogy... Ki beszéltétek ti ezt utána? Hát sokat, de nem bírtam, mert annyira fáj, hogy nem is a pénz, mert ma már az ember azt mondja, mert tudjátok, hogy jár itt a pénz. Most nagyképű vagyok, nem kéne. Hazamegyek, kinyitom a vitrint, és nincs ott az aranyérem. Uh-huh. Szóval ez egy akkora... Na jó. Menjünk tovább. Bánt nagyon. Nehéz megszólalni ilyenkor, mert vannak helyrehozhatatlan dolgok, amiket utólag... Nem érdemeltem meg, mert nem nincs igazság.
kirúgnak a Fradiból, abba hagyom, jön a dalnok ilyen, hogy ez arra Ferencvárosba. Kevés válogatott voltam, hát mi kell még? Hát és az mellett nem is szóhatok, csodálatos csapatban játszottam. Csodálatos volt. Szóval nem hiszem, hogy ezt mindenki el tudja mondani magáról. Csoda volt. Így is, hogy csak 10 évet tudtam játszani. De 27 éves, úgy kirúgtak, mintha hogy se lettem volna. Hát csak azért, hogy... Nem gondoltam, ez ilyen lesz. Bocsánat. Csak azért, hogy föloldjuk a feszültséget. Most nézzük meg együtt azt a bejátszást. Ja. Ahogy Szepesi György beszélt rólad. Egy ilyen emlék, Belgrád, Románia ellen játszok a harmadik mérkőzést, EB, ugye? 83. perc, Szőke Pista elmegy a jobb szélen. Belgrádban nekem mindig adtak egy hosszú kábelt, amivel tudtam szalagálni a pályaszínen. Egyetlen hely volt, mert 46-ban közvetítettem először külföldről Belgrádból, 46 novemberében, és attól kezdve megjegyezték, hogy nekem kell adni ezt a hogy ott föl alá szalagálja. Szőke Pista berúgja a második gólt, 2-1-re nyerünk, de a gól után berhalnak a pályára, Szőke Pista rohan felém, és elfagyja a mikrofont, és elkezdik, hogy berúgtam, berúgtam, én vagyok el, amik jobb, én vagyok legyen. Nem ilyen jó. Megvan a fénykép, nem hoztam el, kár. Jó volt hallgatni Szepesi Györgyöt, és azt gondolom, hogy bár látom, hogy a könnyeiddel küzdködsz az utolsó dicsérő mondatok után is, hogy azért nagyon-nagyon sokan úgy emlékeznek a játékodra, hogy tényleg a klasszisként emlegetnek. Hát egy kétségtelen tény, hogy kevesen mondhatják el magukról, hogy nem csak a labdarúgást szeretők, hanem a mással elfogadhatóan foglalkozó emberek jártak moziban, jártak színházba, különböző helyeken filmeket néztek. És született egy olyan film, játékfilm, az volt a címe, hogy Gyula Vitéz télen-nyáron. És ebben a mozifilmben volt egy kocsmai jelenet. Kocsmai jelenetben mindenki kocintott a másikkal, mulatoztak, és közben ment a televízió, és akkor szólt valaki, hogy most álljunk meg. Álljunk meg, mert most egy gólhelyzet van, és Szőke István, és bekapcsolták a televíziót, Szőke István van a labda mögött. Igen. És bemutatták a filmen belül, tehát le is játszották, igen, nem csak beszéltek lát, róla, igen, bemutatták, hogy a lövésed kapcsán rezgett a hálam. És ezt kevesen mondhatják el magukról, hogy játékfilmben szerepelt. Tehát nem csak sport. Nem csak labdarúgó. Nem csak labdarúgó vagy, hanem színész is vagy. Filmsztár. Igen. Igen. Az örökké valóságnak több fórumon is megmaradtál. És te voltál, téged játszottak be. És pedig bárkit bejátszottak volna. Hihetetlen rajongó táborod volt a szurkorok körében. Tehát igen, a politika nagyon sok ember életét keresztezte, a tiédet nagyon erősen befolyásolta. Soha, illetve azt nem mondhatjuk, hogy nem tudtál kiteljesedni, mert tökéletesen ki tudtál teljesedni, csak az íre a pont. Igen, az mindig elmaradt az a, és sajnos, és ez nagy, mindig csak az ember ezt mondja, szívfájdalom, mert nem tudsz máshogy visszatérni, hogy szóval így abba hagyni egy labdarúgás, akkor most a lábommal is volt ez a szemölcs, és kaptam el rögensugarat, és el lett szúrva a lábom. Szóval egy 27 évesen, 27, a bajnál egy labdarúgást, ez hihetetlen. Szóval mondjál még egy embert, aki ilyen pekkes, mint én, aki ilyennel abbagya. Azt, hogy eltörik a lába, meg stb. Ilyen, de hogy egy szemölcs miatt abbagya a labdarúgást, ilyen nincs. Nem is fogsz életbe soha találni, érted? És, szóval ez minden összejátszott, a szemölcs, a Fradi, a bagyás, kirúgnak a Fradiból, nem visznek olimpiára. Szóval nem, ez lesz, nem akarom elhinni, hogy ez velem történik. Amikor ott születek a 9-be, és alig várom, hogy egy megállóra ott vagyok a Fradiba, hogy én ne is a Fradi vagy. Kérdezték, hogy miért a Fradiba megyek? Hát gondoltam, hogy innen elmegy Kispest vagy Újpest, a 9-be lakom. Hát ilyen
Hát aztán, hogy ott laktam volna, az egy másik dolog, de 9-ben nem fogok elmenni, mert én mondom, a Ferencvárosba szeretnek fotballozni. Hála Isten, ez be is. És azért, hála Istennek legalább ez megadatott nekünk, meg az, hogy láthattuk a játékodat, ugyanúgy, mint Dunai Antét, aki ha minden igaz, akkor itt van a vonal túlsó végén. Igen, jó estét kívánok, csókolom. Szervusz! Szóval, üdvözöllek, Paul Lilla van. Szőkét is üdvözöllek. Igen. Nagyon jóban voltunk, hogy játszottuk a Vágon, és együtt is, hát mi a kapusok réve. Hát ugye a szabadrugás, mikor volt, akkor már mindenki fogta fejét. Újpestnek is rúgott, ha jól emlékszem, 4-et szabadrugásból. Hát de nem tudtam 5-öt rúgni, az a baj. Igen. Igen, a kapusoknak nem tetszett különben, hogyha szabadrugást adta. Főleg a szennyájának. Főleg a Szentbiájának, igazad? Hát, igen, hát sajnos már rég volt. Tehát ja, de volt ez, igaz? És olyan bombaerős lövései voltak. Én is üdvözöllek, Antikám. Igen, köszi szépen. Belecsöppentél egy... Hajrá, Fadi! És köszönjük szépen azt, hogy haza tudtál menni, és ugye beszéltünk arról, hogy ebbe a műsorba akkor te is bekapcsolódsz. Így van. Nagyon szívesen. Egy biztos örültél volna, Ferencvárosba tudtál volna játszani, ugye? Hát igen, volt róla szó annak idején, ugye. Bizony. Nagyon régen voltam, amikor még ugye fiatal voltam, és voltak érdeklődők irántam, mert valami... Most is fiatal valami, vagy. Valami, hát fiatal koromban, ugye még Baján, mikor ifivágot voltam, ugye hát úgy nézett ki, hogy sok volt az érdeklődő fővárosi csapatok, főleg ugye látták, hogy nem haragszik a labda rám, hogyha nálam van a labda, ugye talán valamit láttak. Igen. Nem beszélve arról, hogy a Fóri és oldalt szülött, 10 kilométerre született a Fóri, és a bátyjával meg a Bajai Bácskában játszottam, én egy fiatal 16-17 éves voltam a MB3-as csapatban, ő meg már idősebb, és hát mindig nagy szeretettel mesélt, mert néha fölment ugye Budapestre az öcséhez, a Fórihoz, nézte a meccset is, és aztán mondta, hogy a Fóri ott csinálta a cselt, jobbra-balra eltöntött az embereket, aztán behelyezte, hova kell. Úgyhogy ilyen szempontból is ugye volt valami kötődés, vidékiek vagyunk, Páncsis Mikivel egy faluba születtük, Garán, Bácskiskörben, hogy mi egy faluberiek vagyunk a Páncsis Mikivel. Úgyhogy voltak olyan kötődések, de aztán ugye voltak különböző olyan dolgok, ami akkor aztán nősültem, mert már Pécsi Dózsánál voltam akkor. Butaság amikor volt. Jöttem föl, és hát az igazság az, hogy akkor voltak olyan nősülés, jöttem föl, különböző ilyenkor ugye problémák vannak, már nem ilyen rossz értelemben, hanem ugye a lakás és egyebek milyen is, hát nem úgy jöttek ki a dolgok, ahogy vagy lehetett volna, és aztán a Bene Ferivel voltam az olimpián, egy szobában, a Tóki olimpián, együtt voltunk ugye Káposzta Benő, és hát ők is megdumáltak, hogy ugye, hogy majd a Görös visszavonta játszik, mi ketten éket, meg aztán jön a Zámbó, először a Kuhalszki, aztán a Fazekas, fiatal Fazekas jött. Úgyhogy ilyen szempontból se bántam meg, mert nagy élmény volt játszani abban a csapatban, ugye 7-szer egymás után bajnokságot nyertünk, gólkirály voltam, amikkel még? Válogatott viszont, ha már hallottam az előbb a Pistát, hogy mesélt a dolgokat, hogy mi volt, hogy volt meg régebben, hát az az igazság, hogy hát nincs még egy olyan, ő is mondta, hogy hát 27 évesen ugye abba hagyni meg, mit tudom én, hát nem egy kellemes dolog, az biztos nem, hogy sőt, borzasztó érzés. És hát én nekem meg ugye az volt, hogy ugye mindezára szerettem a válogatott. Szerintem nincs Magyarországon, de talán a világban sincs még egy olyan játékos, aki gólkirály volt, kérlek szépen, ezüstszikős Európában, olimpiai bajnok vagyok, gólkirály, és Magyarország bajnok csapatával játszottam az Újpestbe. Három ilyen titulusom volt, és nem voltam válogatott. Jó, voltak abban az időben, ugye csatárok voltak, Alberto kezdve, Farkas Jancsik, Varga Zolik, és még sorhatnám, ugye Bene Feri, meg a többiek, úgyhogy hát nem ez volt, de úgy kell elfogadni, ahogy van, és lehetett volna rosszabb is, lehetett volna jobb is, de így ahogy van, ez most rendben van, rég volt, múlt, szép volt, gondolkozunk, volt szépen olimpián. Visszaemlékezünk, ennyi. Viszont ahogy hozzátette, Szőke Pista viszont voltál az olimpián, ő neki viszont kimaradt az életéből, és ez egy örök fájdalom maradt. És ott az olimpián pontosan a szövetségi kapitány Lakat Károly az adásidő pontjában, a napján töltené be a 100. életévét, de szívünkben most is itt van közöttünk. Hogy emlékszel Lakat Karcsi bácsira?
Hát az az igazság, hogy két olimpián is vele voltam. Münchenben már nem ő volt, azt hiszem, mert akkor már ugye kapitányok is voltak, de talán a mexikói olimpián is akkor volt a Rudi bácsi, mint szövetség kapitány, az is elkísérte a csapatot. Münchenben meg a 72-es olimpián, ott meg ugye jött a Sós Karcsi bácsi, igen, azt hiszem, de nem tudom, hogy a Alkat ott volt, már ugye rég volt. Hát három olimpián voltam, azt egyedül a Novák tudja elmondani a futballba, és hát őneki van két aranya és egy bronze. Én utolértem volna őt, mert én Tokióban hát az összes felkészülési mérkőzésen játszottam, hogy kijutottunk az olimpiára, ki is mentem, két évig jártam Pécsre, edzésekre, minden, fontos gólokat is rúgtam. Hát az olimpián öt játékos, ugye akkor nem volt csere, nem volt lehetőség, sőt a 11 játékos, aki döntőbe játszott, az csak azt kapta meg az érmet, az aranyérmet, úgyhogy hát mi rajtam kívül még négy játékos, a Nagy Pista, Katona, Nagy Gyuri, Orosz Pari, Fradista, az orosz, a mostani a fiának az apja, ugye? Együtt voltunk öten, és nem játszottunk, ez egy kicsit, hogy mondjam, volt, ugye ott vagyunk minden, részt veszünk, játszunk, minden, de hát a lényeg az volt, hogy a Magyar Olimpia csapat Tokióban is megnyerte. Hát utána ugye sikerült a Mexikó, hál' Istennek nekem ugye bejött is, több új játékos jött, majd azután 72-ben is elvittek, akkor már 30 felé jártak, még kivittek a München olimpiára, ott fél időben Vasas balszélsője góljával vezettünk élet szépen, és fél időben még aranyérmes voltam. Aztán csak ezüst vettem, de van egy aranyérmes, meg egy kettő, turista, Mexikó, egy tokiói. Egy óra lehetünk fél időben. A Váradi Béla bomba gólját, amit említettél, az első fél időben, akkor nekünk állt, mint magyaroknak, nekünk állt a zászló, és ha esetleg egy döntetlen születik, akkor is az akkori szabályok szerint megkaptuk volna az aranyérmet párhuzamosan a lengyelekkel. De a haval kezdődő mondatok sajnos nem mindig jönnek be. Igen, nem. Hát a fél időben, igen. Fél időben az a Váradi gól fantasztikus volt. Azzal kezdtem, de közben csináltál egy nagy kanyart, hogy hogyan emlékszel, milyen edzőnek, milyen szövetségi kapitánynak tartottad Lakat Karcsi bácsit? Igen, hát Lakat Karcsi bácsi az egy nagyon tapasztalt, nagyon jó edző, nagyon jó eredményeket ért el, tudott a játékosok nyelvén beszélni, amit csináltunk edzéseken, vagy a taktika, vagy egyéb más megbeszéléseken, amit csináltunk, az nagyon illet ismerte a képességeiket, mert valóképpen egy edzőnek is ott kezdődik az egész dolog, mert ugye a taktika, meg egyéb lehet szép taktikát felrajzolni a pályára, ezt ahogy a tapasztalatból is mondom, de a lényeg az, hogy a pályán a tudás, a futball tudás, hogy meg tudja oldani az a játékos, mint csatár, vagy akár védő, vagy kapus, tehát ezek mind beletartozik, ma ezt néha elfeledkeznek, és nagyon tudományosan akarnak futballozni. De hát visszatérve, mert Lakat Karcsival szól, hát egy nagyon jó volt az ő társaságában lenni, oda kellett figyelni, amikor ő beszélt. Nagyon jókat utaztunk, nevetgéltünk, szórakoztunk, volt, amikor komoly volt, amikor felemelte a hangját, azt is meg kell mondani őszintén, de ugye hát mi fiatalok voltunk, és fölnéztünk rá, hiszen ő is egy jó, nagyon jó játékos volt, és hát voltak neki olyan tapasztalatai nagy csapatoknál, ugye Fradiba is többek között, és még sok helyet máshol volt edző, és minden eredményt tudott hozni. Tehát hát nyugodjon a békébe, úgyhogy hiányzik ilyen szempontból a mai futball között az ő tudása, az jó lenne, ha nem is edzőnként, hanem mint tanácsadónként, vagy valami ilyesmi hasonlóan, hogy átadnán tapasztalatok a fiataloknak, hiszen rengeteg akadémia van már, ugye nagyon modern lett a futball, és ezért nem értem, néha most tegnap ugye nagyon dolgoltam a Fradinak is, ugye, és hát ilyen a futball, hogy össze van a mindenséggel, össze nem annyira, tehát én azt is szeretném, ugye, hogy a Fradiban ugye több fiatal Fradi, a legnépszerű csapat, tehát nagyszerű volna, hogyha a Fradiba, ugye, hát tegnap, ahogy néztem, ugye talán kettő vagy három magyar játszott, ugye? Hát régen nem így volt a Fradiba, hát nem 8 fradista volt, ugye Újpestben is 5-6-7, és saját nevelésű majdnem, hogy azt nem kell mondani. Hát ez hiányzik egy kicsit a légkörben, de más a futball, ez a modern élet ma a fiataloknak is. Csak egyet amit kint, mint profi edző voltam kint, Spanyolországban 10 évet kint ötöttem, tehát azért rájöttem arra,
hogy ugye nem volt nehéz, mert én is ezt tűnt bele, mi időnkben, mikor mi futballoztunk, akkor nem volt ilyen légkör, ilyen profizmus, meg minden ennyire. Szóval az az igazság, hogy rájöttem arra, hogy a futball az olyan népszerű az egész világon. Elismernek, népszerű vagyok. Most nem beszélek az anyagiról, mert mi régen, ha nem is fizettek, akkor is szerettünk futballozni. Most is szeretnek, de valahogy nem úgy. A lényeg az, hogy szóval, hát hiányzódnak azok a dolgok, azok az emberek, akikre felnéztünk, meg egyebek. Ugye hát ma már ugye sok a külföldi edző is volt, abban az időben nem lehetett külföldben játékosodnak. Hát néha mindig ugye felvetődik baráti körbe, hogy például a Szőke Albert, Rákosi Fenyvesi doktor, most csak a csatárokról beszélek, ugye nem beszélek a többiekről, ebből hányan nem játszottak volna külföldön. Mind játszott volna első osztályban, még sőt, Barcelona, vagy a Real Madrid, vagy a Newcastle-ba, vagy a Bayern Münchenbe. Csak nem lehetett kimenni, ugye akkor? No, azt gondolom, hogy ezt a beszélgetést is tudnánk még folytatni, de sajnos lejárt a műsoridőnk. Duma az van. Ág Andi, köszönjük szépen, jó egészséget kívánok. Köszönöm, neked. És még egyszer elnézést kérem, hogy egy kicsit túlzásba vittem, de azért esettem. Beszéltem, úgyhogy bár, na mindegy. Köszönöm még egyszer, és figyelj, Isten hajnál te, hát ide figyelj. Szerencsét van, hogy már öreg vagyok, és nem tudom rúgni nektek a gólokat, szerencsét. De, ide figyelj, ha ki vagy a meccsen, és van szabadrúgás. De nem is veszem le, nem kell futballcipő, így ahogy vagyok, berögöm. Így van, az is jó, a kapus remeg, úgyis. Szia, Antikám, csokola. Szia. Na, vigyázz magadra. Te is, puszi, szia. Köszönjük szépen, szervusz, Anti, szia. Szia. Fantasztikus Dunai Antal. Hát, van dumája. Szövege, az egészen biztos, de örülünk, hogy sikerült bekapcsolni őt is a beszélgetésünkre. Kedves nézők, nagyon elszaladt az időnk. A mai apropó, ugye az, hogy Lakat Károly, a kiváló futballista és edző, november 27-én lenne 100 éves, őre emlékeztünk, és közben természetesen a edzői pályája okán itt van velünk még mindig Szőke Pista, Dunai Antit és Lakaté Károlyt tudtuk kapcsolni, de van még egy szomorú apropója a mai napunknak, és enélkül nem szeretnék elbúcsúzni a nézőktől. Hát ezen a héten volt a temetése Branikovics Lászlónak, nagyon megható volt, hát sajnos a kialakult helyzet miatt kevesen tudtak részt venni a temetésen, de nagyon megható volt, és emlékeztünk rá, mert ő is a Fradinak egy legendás játékosa volt, és a temetésen, amikor találkoztunk, akkor Bálint László is mondta, hogy a Lakat Karcsi bácsival, tehát összehoztuk gyakorlatilag az eseményeket. Uh-huh. Lakat Karcsi bácsival nagyon jó viszonyban volt, nagyon szerette, és hát megemlítjük a nevét. Telefonon beszéltem vele, és ő rögtön mondta, hogy hát én ugye nem tudom, de a Szőke Pistát mindenképpen hív meg. Ezt mondta Báró. Már ismerem az. Kedves nézőink, ennyi fért már a Foci és Sportba. Köszönöm, hogy velünk töltötték ezt az órát is. Jövő héten ismét találkozunk. Viszontlátásra. Isten áldjon benneteket. Na, téged is. A műsor együttműködő partnere az Ázsia Center. Műsorunk támogatói: Ebel tervezőiroda, Smart Me Building Technologies Kft., Termoépgép Kft.